Eléggé nehezen emészthető volt ez a választás, legalábbis az elején. Hát ez egy elég szigorú döntés volt, hogy vállaljuk ezt a 84-es dolgot. Féltünk, vagy benne volt a levegő, vagy ezzel esetleg vásárló rétegeket veszít a zenekar, de nem így történt, sőt, még többen csatlakoztak a bandához, mármint a zenekar rajongóinak táborához, és azóta kiadtunk még egy lemezt, tehát kiderült, hogy a harmadik lemez, az 1984, az olyan vízválasztó volt, ahol a víz afelé választódott, hogy mégiscsak megmarad ez a zenekar még hozzá elég sikeresen. Vajon a közönség, hát most nagy szót használok, megértette azt, amit próbáltatok közvetíteni? Szóval azon kívül, hogy 84 meg Orwell, mi jutott el a közönséghez? Hát az értésnek vannak rétegei, nyilván mindenki más mélységű rétegig jutott el, de hát a lényeg az, hogy már emberek emiatt, a lemez miatt, emiatt a zenekar miatt esetleg a kezükbe vettek egy könyvet, amit egyébként nem olvastak volna, vagy egyáltalán nem olvastak volna semmilyen könyvet sem, de ezt elolvasták, úgyhogy ezek fontos kultúrmissziós törekvések a vonalzabban az a tevékenységében. Hogy mennyi jut el ebből az emberekhez, azt már nem tudjuk kontrollálni igazából. Azért ezután megint valami nagyot kellene ám kitalálni. Szóval ez egy olyan szint, amiből lefelé menni nagyon könnyű, maradni már nehéz, és felfelé menni még nehezebb. Most úgy szinte a vákumban vagytok, mind dolgozol, mind töritek a fejeteket. Dolgozunk a következő anyagainkon, amelyek közül, én éppen tegnap hajnali 3-ig vajultam egy dalszövegem, ami például szorosan kapcsolódik a 84-es témakörhöz. Aki olvasta a könyvet, az tudja, hogy milyen fontos elem a 101-es szoba a szeretett minisztériumban, ahol Winston végül is megtér. Most aki nem olvasta a könyvet, attól elnézést kérek, mert ezek mind csak kódszavak voltak, úgyhogy a 101-es szoba című refrénjén kilóttam ma hajnali 3-ig. Ez az egészen konkrét élményem a következő munkáinkkal kapcsolatban. Örökre a tiéd lehet. Bonanza Live Banzai megjelent 1991 legsikeresebb koncertje lemezen, kazettán és CD-n. A te hangod is rajta van. Bonanza Live Banzai. Idén novemberben is találkozunk a Budapest sportcsarnokban. Banzai. Egy felejthetetlen este. Örökre a tiéd lehet. Bonanza Live Banzai megjelent 1991 legsikeresebb koncertje lemezen, kazettán és CD-n. A te hangod is rajta van. Bonanza Live Banzai. Idén novemberben is találkozunk a Budapest sportcsarnokban. Helyen szerepel a Bonanza Banzai, a Popcorn sztárválasztás 1991, így bejutott a kezemben. Ez azonban több helyen is szerepelteti a zenekart, több kategóriában is megpróbálok néhányból idézni. Illetve megpróbálok néhányból nem idézni, hiszen kevés kategóriában nem ők végeztek az első helyen, élük a Kovács Ághoz a sal. A legjobb zenekar, ez első helyezett persze a Bonanza Banzai, a legjobb férfi előadó Kovács Ákos, a legjobb női előadó Zoltán Erika nyert, a legjobban öltözött popstár Kovács Ákos, Haber Zsolt, Mencze Gábor a harmadik, ötödik helyen, a legjobb nagy lemez Bonanza Banzai, a legnagyobb sláger a Bonanza Banzai 84, a legjobb videó a Bonanza Banzai valami véget ért, a legkarizmatikusabb sztár Kovács Ákos, a legjobb filmben nem szerepel, a legjobb filmszínén, a legjobb koncertet pedig a Bonanza Banzának köszönhetjük szintén a Budapest sportcsarnokban eltöltött 1991, mi ez? November 15-én volt a koncert, aki nem tudná, csak azért mondom, mert íme megjelent a koncert zenei anyagát tartalmazó dupla formájú, de szimpla, akarom mondani, dupla formájú és dupla album is, kapható, és hogy erre nincsen magyarázat, annak az az oka, hogy velük búcsúzunk mára, jó? Ezt fogjátok látni, nincsen magyarázat című klipet. Ha minden igaz, akkor már csak kétszer találkozunk júniusig, addig is bírjátok jól.